Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban egy filmet szeretnék bemutatni, a címe ennek Succubus. Én ugyancsak a rövidített verzióját láttam, de ritka az, hogy érdemes egy filmre rászánni a teljes időt. Mégis úgy éreztem, hogy ez valami, amit érdemes megosztani és érdemes beszélni erről. Aki tisztában van a Succubus jelentésével, hogy miről is van szó, az nyilván tudja, de ez egy érzékenyebb téma, úgyhogy ha valaki küszködik különböző vágyakkal, akkor óvatosan haladjon tovább. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! A világ, amelyben élünk, az ellenség irányítása alatt áll, és ő mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a világot átalakítsa a saját képére. Az, hogy a saját képére, az azt jelenti, hogy minden, amit az Atya Elohim utál, minden, ami ellenő van, az a világban szép lassan teret nyer, és normalizálódik. A hétköznap része lesz, átalakítja az emberek gondolkodás módját, az övére, erre a lázadóra, az ellenállóra, megfertőz mindenkit különböző módokon, felhasznál minden eszközt annak érdekében, hogy a lehető legtöbb embert elcsaljon a helyes útról. Ezt a harcot nem tudja megvívni senki a saját erejéből. Mindaz, amire az ember képes, az semmi azzal összemérve, amire az ellenség és azok, akik őt szolgálják akár a spirituális, akár a fizikális dimenziókban. Nagy szívességet tenne mindenki magának, hogyha megérteni ezt, és fordulna az Atyához bizalommal, és azzal a reménnyel, hogy tudja, hogy ő majd segít, hogyha az ember őszintén közelít hozzá, és hajlandó meghozni azokat az áldozatokat, illetve változásokat, amelyek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy kiussunk abból a nehézségből, amivel éppen szembe találtuk magunkat. Ez a legfontosabb üzenete ennek a videónak. Mindent le tud győzni az ember, hogyha akarja, és az Atyához fordul az ő erejével. A probléma leggyakrabban az, hogy nem hisszük el, vagy nem fordulunk hozzá, vagy nem akarjuk eléggé, illetve ezeknek a kombinációi. Ugyanakkor ezek a nehézségek egyfajta szűrőként is funkcionálnak, és megmutatják, hogy kinek mi van a szívében. Teljesen mindegy, hogy férfi, nő, öreg vagy fiatal. Lelkeméjén mindenkinek vannak gyengeségei, hibái, amelyeket hozott magával, az előző életéből, neveltetése során összeszedte őket, vagy éppen örökölte. Az ellenség azzal foglalatoskodik, hogy felderíti, nem persze személyesen, hanem mindazok, akik őt szolgálják, az embert, megfigyelvén az életét, a reakcióit, a szavait, a viselkedését, egészen kicsi gyerekkorától kezdve annak érdekében, hogy lássák, hogy kinek mi a gyenge pontja, és hol lehet megtámadni, hol a legsebezhetőbb. Meg lehet ezt tervezni évekre előre. Létre lehet hozni egy tökéletes vihart az ember körül, ami majd meg fogja próbálni és megmutatja, hogy mi van a szívében, és ha a mi szívünkben az van, hogy szolgáljuk az Atyát, az igazságot, azt akarjuk cselekedni, ami helyes, akkor mindegy, hogy ő mit talál ki. Mert nincs semmi, ami legyőzhetné Jahuát. Jobb könyvében van egy híres vers, számos, de ez talán az egyik, és mondta Jahua a sátánnak, honnét jössz? És felele a sátán Jahuának, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. Azt kérdezi Jahua ekkor az ellenségtől, észrevetted-e az én szolgámat, Jobot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, Elohimet félő és bűngyűlölő. Nem azt mondja erre az ellenség, hogy nem, ki az a Jób, fogalmam sincs róla, de elmegyek, megnézem, aztán visszajövök. Azt feleli Jahuának, avagy ok nélkül féli-e Jób az Elohimet, nem te vetted-e körül őt, magát, házát és mindenét, amilyen van, ezen munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott a földön, de bocsássad rá, a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged? Magyarul mindent tudott róla. Mikorra megkérdezte az Atya, hogy ismered-e Jobot, ő már mindent tudott erről az emberről. Nem csak azt tudta, hogy milyen van, hogy hol él, hogy mennyi gyereke van, mennyi marhája,
azt is tudta, hogy mi az, ami a szívében jár Jobbnak. Ezért mondta azt, hogy bocsáss rá a kezed, és majd meglátod, hogy elátkoz téged. Az ellenség tisztában volt azzal, hogy mi Jobb gyenge pontja, ami aztán kibontatik Jobb könyvében. Végül Jobb helytáll, mikor már oly messzire jut a szenvedésben, a lázadásban, az önsajnálatban, vagy az önajnározásban, a végén mégiscsak hallgat Jahovára, és megérti azt, hogy ő a hibás, hogy az ő szívével van a probléma. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutya.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!